Autizmusnak nevezik azt a tünetet, azokat a tüneteket, amikor az ember kényszeresen befordul, bezárkózik, és kényszeresen elzárkózik a külvilágtól. Egy autista attól autista, hogy nem lehet vele beszélgetni, el van a kis maga világában, és egyfajta védekezési válaszreakcióként nem kommunikál. Tehát az autizmus nem más, mint egy kényszeres nem kommunikáció. Az új orvostudomány leírja ennek a biológiai hátterét. Az autizmus konkrétan, mint tünet és jelenség, hogyha nem mérgezés hatására következik be, hanem így egyik napról a másikra, valamiféle sokkélmény hatására, akkor tudni kell, hogy az autizmus létrejöttéhez kell egy bosszúsági konfliktus és egy rémület konfliktus. Tehát ez a bosszúsági konfliktus tulajdonképpen egy düh konfliktus, egy düroham, és amíg ez a düroham fennáll, addig képesek vagyunk rémület konfliktust elszenvedni, és amikor ez a második konfliktus becsapódik az agyba, és agyi léziót vált ki, ami kimutatható a CT felvételen, attól a pillanattól kezdve válik valaki autistává. Ennek a biológiai válaszreakciónak értelme van. Az az értelme, hogy egy ember, aki elszenvedett egy dürohamot és egy rémületet egyidejűleg, kiszolgáltatottnak érzi magát, és úgy érzi, hogy a bezárkózás a legjobb válaszreakció az ő helyzetére. Kihangsúlyozom, hogy ez nem egy akaratlagos dolog, hanem ez egy szoftver program az agyunkban, egy program, ami megakadályozza azt, hogy megnyilvánuljunk a testünkben szellemileg megfelelően, vagy ahogy azt normál esetben tudjuk. Tehát ez egy önvédelmi biológiai válaszreakció, ami magától automatikusan megszűnik, hogyha a félelmet kiváltó dolog nincs jelen. Tehát, hogyha ha már nem rettegek és nem bosszankodom, akkor nincs szükség arra, hogy bekapcsoljon ez az autista válaszreakció. Ha valaki elszenved egy ilyen konkrét érzelmi megrázkódtatást, aminél feltételek teljesülnek, akkor mindenféleképpen beindul arra egy testi elváltozás. Tehát attól biológiai a konfliktus, hogy produkálunk rá egy válaszreakciót, egy testi válaszreakciót. A biológiai konfliktusnak ismertető jegyei vannak, a legfontosabbakat elmondanám, drámai. Kibillenti az embert a normál kerékvágásból, és kényszeres gondolkozást indít be. Váratlan. Az embert terültékből villámcsapásként éri, azt sem tudja az ember hirtelen, hogy hogyan reagáljon. A harmadik, megütközés jellegű. Nem tudok vele együtt élni, nem tudom elfogadni, ez nekem probléma, gátol engem az életembe, sőt, veszélyezteti az életemet, így jellemzik az emberek. A negyedik ismertető jegye az, hogy elszigeteltem megélt, magamba folytom, nem beszélek róla másoknak. Az ötödik ismertető jegye a biológiai konfliktusnak, hogy átmenetileg megoldatlan. Egy darabig nincs megoldása. És ameddig benne vagyok ebbe a konfliktusban, addig súlyosbodik az elváltozás, és amikor a konfliktus megoldódott, akkor beindul ennek az alkalmazkodási válaszreakciónak a helyreállítása. Jelentősége van a jobb és a bal kezességnek az, hogy valaki férfi vagy nő, illetve milyen hormonális állapotban van, mert ez befolyásolja a konfliktusok becsapódásának a sorrendjét. A jobb és a bal kezesség hatására lehet ez egy bosszúsági konfliktus, egy rémület konfliktussal, illetve lehet egy identitás konfliktus, egy birtokféltési konfliktussal. Tehát csak ez a két-két konfliktus kombináció az, ami az agyunkban az érintett reléközpontokat megszakíthatja, és amikor ez a lézió az agyban bekövetkezik, attól a pillanattól nyilvánul meg az autizmus, és az autizmus súlyosságát pedig a érzelmi konfliktusok súlyossága határozza meg. Vegyük például az ivarérett
felnőtt, jobbkezes férfit. A jobbkezes férfinak egy düh konfliktus kell kombinálódjon egy rémület konfliktussal. A jobbkezes nő, aki nőies hormonális állapotban van, elsődlegesen nem tud férfias konfliktust elszenvedni, ezért a jobbkezes nőknél az elsődleges konfliktus egy rémület konfliktus, amitől lecsökken a női hormon szintje, egy kicsit harciasabb lesz a nő, hormonális állapotában változás következik be, és amíg ez a konfliktus, ez a rémület konfliktus fennáll, addig képes férfias konfliktussal reagálni, tehát egy düh konfliktussal. Tehát a jobbkezes nőknél az elmezavar konstellációnak a két pillére a rémület konfliktus a bosszankodási konfliktussal. A jobb és a balkezesség a nem és a hormonális állapot tehát variálja a konfliktus kombinációkat, ami viszont fix az, hogy egy májvezeték reléközpont és egy gége-nyálkahártya reléközpont lézió kell ahhoz, hogy valakinél ez az elmezavar megnyilvánuljon. Nagyon fontos, hogy ebből az elmezavarból az embereket kihozni nem vegyszerekkel lehet, hanem a konfliktusok feloldásával, a megnyugvással, amikor is lezajlik az agyban, és csak ennek utána, csak ezután zajlik le az agyban az érintett reléközpontnak a regenerálódása, és ezután tér vissza az illető a normál állapotába, mondjuk úgy, hogy az egészséges állapotába. Az új medicina még azt is leírja, hogy milyen sorrendben kell feloldani a konfliktusokat, hogy az illető újból magához térjen, és újból önmaga legyen. Ez nagyon rövid idő alatt lezajlik, tehát néhány perc vagy néhány óra alatt az illető visszatér a normál kerékvágásba, ha a konfliktusai feloldódtak. Az autizmus típusú elmezavarnál megfigyelhető, hogy valaki autista mániás vagy autista depresszív állapotba kerül. Az autista mániás állapotban lévő ember úgy dolgozik akár monoton dolgokon, mint a gép, az élete ciklikusan ismétlődő, egyhangú, monoton, nem szereti a változást. Őrá szokták mondani azt, hogy munkaalkoholista, mert semmi más nem létezik számára, csak az az egy dolog, amit ő kiválasztott magának. Tehát ez az autista mániás konstelláció. Hogyha átbillen a mérleg a másik oldalra, akkor van az autista depresszív konstelláció, ez pedig a teljes bezárkózás. A gyermekeknél az autizmus, tehát hangsúlyozom, arról a tünetről beszélünk, amik konkrét agyi léziók miatt megjelenik, és nem a mérgezés miatt kialakuló szellemi fogyatékosság tünetekről. Tehát például egy 2-3 éves vagy egy 5 éves kisfiú hogyan lesz autista? Mivel kisfiú, és feltételezem, él valahol, környezete van, közösségben van, ha ez a kisfiú például mérges lesz, dühös lesz, mert mondjuk az egyik gyerek elvette, ellopta tőle a kis autóját, a játékszerét, és ő emiatt nagyon dühös, és vissza akarja szerezni, de mondjuk még amíg dühös állapotában van, ezzel egyidejűleg megijesztik, ennek a hatása viszont az, hogy az ember bezárkózik, és befagyasztja, lecsökkenti a külvilággal a kommunikációját. Tehát nagyon fontos ezt megérteni, hogy többszörös konfliktusok hatására alakul ki, és amikor a másodjára bekövetkezett konfliktust feloldjuk, az illető visszatér a normál kerékvágásba. Tehát ez az autizmus sokkal gyakoribb dolog, mint azt valaha gondoltuk. Alig van olyan ember a Földön, akinek még ne lett volna ilyen autista konstellációja. De mivel nem lett különböző anyagokkal letompítva, éli tovább az ember az életét, előbb vagy utóbb, de megoldódnak a konfliktusaink, kijövünk az elmezavarból és éljük tovább az életünket. Mivel ezek a konfliktusok akár nagyon gyorsan jönnek, mennek az életünkbe,
Bizony még az is lehetséges, hogy valaki akár csak 10 percre váljon autistává egy szorongatott, borzalmas élethelyzetben, és akkor az ember így lefagy, és amikor eltelik egy kis idő, megszűnik mondjuk a veszélyhelyzet, akkor újból magához tér. Tehát akár 10 percre is lehet valaki autista, ha sikerül ezt a relé kombinációt rövidre zárni az agyunkba ezzel a két érzelmi megrázkódtatással. Hogyha valakinek hosszú időn keresztül áll fönn ez az autista tünet, mondjuk 1-2 éven keresztül, vagy még hosszabb ideig, akkor azt kell első körben ellenőrizni, hogy ez a bizonyos autista-szerű tünet, ez a kommunikációs képtelenség, ez biztosan agyi léziók hatására következett be, vagy mérgezés hatására bekövetkező agykárosodás miatt autista valaki. Mivel az autistákat nagyon nehéz kikérdezni, hiszen elzárkóznak a külvilágtól, magukba fordulnak, nem válaszolnak a kérdésekre, visszafogottak, előfordul, hogy csak bólogatnak, vagy még azt sem, ezért egy autista konstellációban lévő embert elég nehéz kirángatni ebből az állapotából. Azt megfejteni, hogy mi volt az az életesemény, ami ezt a biológiai válaszreakciót nála beindította, hát ez gyakran a szülőkön múlik, hiszen ha más nem, akkor a szülő ott volt a gyerekkel vélhetően, amikor ez a sok élmény bekövetkezett, és ezt megfejtve, értelmezve, ha le tudjuk hozni a gyermeket erről az érzelmi kilengésről, akkor újból visszatér a normál üzemmódba, és újból beszélni fog, kommunikálni fog, aktív lesz, és így tovább. Tehát, hogyha segíteni szeretnénk egy autista gyermeken, akiről nem tudjuk pontosan, hogy mi okozta a tüneteit, mert nem tudjuk kiszedni belőle, hogy mitől ijedt meg, és mitől kapott dürohamot, akkor az első legjobb megoldás az, hogy környezetváltozást idézünk elő. Tehát a szüleivel együtt, szeretetben, békességben elköltöznek egy másik helyre. És akkor meg kell nézni azt, hogy ez vajon elegendő volt-e, vagy még jobban bele kell menni, a szülőket kikérdezni, kifaggatni, hogy mitől kapott a gyerek dürohamot, és mi volt az, amitől megrémült egyidejűleg, mert hogyha ebből őt sikerül kihozni, ha sikerül őt a megnyugvás állapotába eljuttatni, akkor automatikusan magától megszűnik ez a biológiai vészmechanizmus.